Filmünk a magyarországi református egyháznak az 1956-tal kapcsolatos néhány eseményét eleveníti fel. A forradalom alapjaiban érintette azt az egyházat, amely az 1948-as erőszakos változások következtében már igen súlyos válság tüneteket mutatott. Abból a mélységből, ahova 1948 után, az egyezmény megkötése után meredeken csúszott lefelé az egyház, leginkább az 52-es a mély pont, amikor Rákosi 60. születésnapján dicshimnuszokat zeng az egyetemes konvent elnöksége, hálás szívvel köszöni a magyar nép nagy vezérének, hogy az evangélium szabadon hirdettetik, és az állam bőkezűen támogatja az egyházat. Hát ha valakik, akkor nekik tudnia kellett, hogy ebből egy szó sem igaz. 55-ben a budapesti teológia néhány fiatalja, mert fiatal segédlelkész egy hitvalló nyilatkozatot készített a bármeni hitvallás mintájára, ahol megmondták, hogy mit kifogásolnak. 1956 tavaszától 160 lelkész aláírásával az egyetemes konventre elküldenek egy összeállítást, hogy mit szeretnének, mit nem. Október 27-ére tűzték ki a megbeszélést, a nyitott eszmecserét. Hát akkor még a konvent sem tudta, meg az aláírók sem, hogy ez már akkor nem lesz aktuális. A Budapesti Teológiai Akadémia a Kálvin térhez közeli Rádai utcában működött. Nem csak a Duna melléki egyházkerület, hanem az egész egyház szellemi központját jelentette ez az intézmény, amelynek dékánja, Pap László, elsősorban az egyházi reform szárny bizalmát élvezte. A forradalomnak a budapesti teológusok közül is kerültek ki áldozatai. Vártuk, mi lesz. A teológusok is érezték a feszültséget, a valami jobb utánvágyást. Azt is éreztük, vagy tudtuk, hogy beépített minden osztályba, évfolyamon kell, hogy legyen, mert mindent tudtak rólunk, ha kellett, ha nem. A diákok mozgolódtak, 22-én összeállítottak egy pontokból álló sort, amit a dékán úrral beszéljünk meg. Ő akkor püspökhelyettes volt, és ugye Berecki külföldön beteg volt a püspök úr. Tehát végeredményben az egyház kerület ügyét Pap László, mint dékán és mint rádai könyvtárigazgató egyedül vitte, és ővele akartuk megbeszélni a dolgokat. Összeállítottuk a 19 pontot, ezt beadtuk őnéki még 22-én, hogy lehetőleg még annak a hétnek az vége felé legyen egy találkozás meghívott lelkészekkel, megbeszélni pontokat. 23-án reggel a Magócsi Pista tartotta reggeli állítatot, a Prédikátor 3 első vers, 3. fejezet első 8 verséről, mindennek rendelt ideje van. Hát egy emlékezetes volt ez, amit ő ott elmondott, bizonyságtételként. Ez volt az utolsó reggeli állítatunk, 23-án keddi nap volt reggel. A dékán úr is tudta, Pap László, hogy mi hová megyünk, hogyan, és le volt rendezve, előre lerendezték, hogy az írószövetségnél találkozunk 2 órakor, és úgy csoportosultunk, hogy egy író, egy teológus, egy író, egy teológus, talán 8-as sorba indultunk, és a Bán József az énekesünk, a pacsirtánk, ő kiállt oldalra, és ugye Kossuth nótákat vezényelt, és így léptünk, mentünk előre, aztán mindig zárkóztak föl. Amerre jöttünk a utcákon, végig tűzték ki a zászlókat, lányok futottak előre, és ilyen megvett teljes tekercs, piros-fehér zöld szalaggal, ugye gombos tűvel,
tűzték föl az emberek, maguk is ugye, a rendőrök tépték le a vörös csillagot, és tették föl helyette a piros-fehér-zöldet, és amire odaértünk, mindenütt ki volt téve a magyar zászló. Ugye már akkor dupla zászló járt a házokhoz, de 23-án csak egyféle zászló volt, csak magyar zászló volt kitéve. Lehetett azt is érezni a járdaszélen és az ablakokban kitekingető emberek hangjából, mozdulataiból, gesztusaiból, hogy van visszhangja ennek a felvonulásnak. Addig, május 1-én volt felvonulás, és ez egy egészen újszerű dolog volt, hogy a pesti ifjúság kivonult az utcára. Én magam is ezzel a kíváncsisággal mentem, aztán sodródtam a tömeggel, és gondolva arra a búcsú szóra, amivel dékánunk útra bocsátott, hogy jól tudják, tiszteletes urak, hogy keresztény embernek minden szabad, de nem minden használ. Azzal bocsátott el, hogy bennünket, hogy menjünk, és tegyük, ami használ. A rádiónál lőtek, és épp egy teológus lőtek meg először, a Szűcs, nem tudom ki mondani a nevét, aki Amerikában aztán püspök is lesz, Szűcs Zoltán. Szűcs Zoltánt, őt lőtték meg először, ha jól tudom, ma is benne van a szobapisztoly golyó, amivel fölőri az ablakból meglőtték, ő lent volt, mert az ávósok úgy sorba álltak a rádiók körül, és az aszfaltba lőttek. De kénytelenek voltak mindig hátrálni, és egyszer csak jött egy mentő, hogy szedi össze a sebesülteket, és ahogy a mentő megérkezett, beengedték az emberek. Megérkezett a kapuhoz, abban a pillanatban a kapu kinyílt, és mögötte zárult be, és amikor közellevők benéztek, tele volt fegyverrel az MA, tehát a mentőautó jelzése, és mentős ruhába a sofőr, és akkor vitték be a fegyverpótlást. Akkor be akarták törni, akkor aztán kicsit komolyabbra ment, belül annyira tartották, hogy nem tudták betörni az ajtót, és akkor aztán kezdtek kifelé lődözni. Az ávósok szépen visszavonultak, bementek, és akkor utána jött az ablakból kifelé lődözés. Én sokáig nem voltam ott. Jött egy tűzoltóautó, azt ott a sarkon szétvagdosták picire a tömlőket, úgyhogy nem tudtak tüzet oltani. A kálvincei templomnak félreverték a harangját, az szólt az a tüzetjelző. Tudjátok, van egy olyan jelzése a falusi harangoknak. Hát ott azt szólt, és közben ugye már lőnek, gyereket nagyon lőtek. Ma a parlamenthez jött ilyen hír, amire mi elindultunk, hogy az ávósnál gyerekeket lőnek, a rádiónál gyerekeket lőnek az ávósok. Hát most ez pontosan hogy volt igaz, vagy egy kis túlzással érkezett a hír, és ekkor indultunk el a rádióhoz. Én így emlékszem vissza a 23-a délután estére. Másnap, harmadnap, valamelyik, talán 25-e, 26-a, vérecsütörtök után megjött 7 nagy teherautó Bécsből. Élelmiszer, heks, életemben akkor láttam először banánt. Aztán cukor, citrom, meg hát valamilyen érdekesség volt rajta, meg csokoládé volt nagyon sok. Azt küldték be, és beálljon a rádaiba. Helyet szereztem a sofőröknek, a teológusok szobákba, hát ők keresték a meleg vizet. A teológián nem volt meleg víz. Mi úgy nőttünk föl, ott 5 évig, hogy mi nem láttunk meleg vizet, úgyhogy hideg víz az volt, fürdőszobában, de meleg víz az nem volt. Mi történt Magócsi Istvánnal és Herceg Lajossal? Ahogy említettem, jött be ez a 7 autó, azon volt egy csomó tejpor. Asszonyok nem mertek a Lónyai utcába hazamenni a tejporral, majd futottunk végig ilyen hangos, valamilyen tölcsérrel, hogy tejport minden kisgyermek után 1 kiló tej, mert víz az volt, ugye, de tej az nem volt. Tejport osztunk ki, és akik jöttek szülők, azok kaptak 1 kiló tejport minden gyermek után, és 2 asszony már nem mert hazamenni. Sötétben Pista meg a
Lajos éppen akkor érkeztek a kapunál, és mondja nekik, hogy hát nem mernek, jöjjenek velünk, hogy most jöttünk. Átvitték a Lónyai utcán őket, négy a túlsó oldalra, 41-es házszámhoz, és hogy léptek visszafelé, kaptak egy teljes sort, úgyhogy a Herceg Lajost váltól ilyen hasmagasság, nem tudom, 5-6-10-20 golyó benne volt, Magocsi Pistának meg a két lábát, akkor nem levitte, de úgy nézett ki, hogy levitte, és nem jöttek vissza. Honnan jöttek a lövések? A Nagykörút felől. Ott állt valami tank, és a Nagykörút felől ugye fedezte a Lónyai utcát. Akkor Szamuelli utca volt, ugye? És úgy kapták a sort. És éjfél előtt jön egy telefon, Papp Lászlónak a fia, aki a Rókus kórházban volt, így nem teológiára, hanem orvosnak jelentkezett, és így elment oda dolgozni, hogy hát majd könnyebben fölveszik. Jön a telefon, és ő mondta meg, hogy a Lajos hol van, és meghalt. A Pista pedig azt mondja, már nem tudom, hány, 4-5 liter vérnél van, de ő is meghalt, nem tudtuk életbe tartani. Hát mi ekkor tudtuk meg, 28-án, mondom, évfél tájékán, hogy meghalt mind a Magócsi, mind pedig a Lajos. Teológus társaink halála nem csak bennünket érintett meg, hanem annak a háznak a lakóit is, ahová visszakísérték az édesanyákat, és ahonnan ők már nem térhettek vissza édesanyjuk ölelő karjai közé. Az egyik lakó megemlékezett egy verssel is teológusainkról. Hadd olvassam fel ezt. Emlékezés. Herceg Lajos református teológus voltál, a harcok alatt vöröskeresztes. Golyós üvített, este volt már, de a szent kötelesség tovább vezetett. Házunk előtt hirtelen géppuska zaj törte meg a csendet. Szíven talált. Ó, drága magyar gyermek! Édesanyád, édesapád hazavár. Drága fiacskám, jössze már! Szüleid helyett e ház lakói elsiratunk. Fehér lepellel, nemzeti szallaggal végtisztességet adunk. Imánk veled száll túl a földi tereken, sorsod a hősök sorsa lett, hogy megújuljon nemzetem. Ajkad néma már, templomi kör nem hallja szavad, de emléked parancsolón mutatja előre az utat. Nem voltak őket, amikor lehetett összeszedtük, és Papp László temette el ott az udvarba. Én ástam meg a gödröt, két sírt, és hát volt ott egy asztalos műhely, abból szedtünk össze annyi anyagot, hogy tudtunk valami koporsót csinálni, és akkor ugye hát Papp László nem ment haza ruháért, hanem Bodonhályi professzortól kért kölcsön fekete ruhát, egy kicsit nagy volt neki, de hát abba temette el, és az Ézsaiási ígét vette, hogy nem a ti gondolataim, az én gondolataim, a ti utaitok az én utaim. Ez volt akkor az ige, ott temettük el, és jött hozzá majd egy harmadik is, a Szent Királyi Klára. Orvosira járt, egyetemista volt, és a Döbrösi nagytisztelt úrnak a fia, szintén orvosját, ő udvarolt neki az akkori szokás szerint a legbecsületesebb módon, és ők egy kilőtt orosz terrautót szereztek, vagy kettőt, berakták a jobb első részt, amit kilőttek, vagy akna érte, csináltak belőle egy elfogadhatót, levették a rendszámot, és ilyen nagy lepedőkre rúzsal vörös keresztet rajzoltak, és kiabálták végig, hogy ne lőj vörös kereszt. Csak hogy említettem azt, hogy ez a mentőbe visszaéltek, szóval. De hát ezek diákok voltak, vörös kereszt, és a Korvin közben mentek be. És ott találtuk meg a Klárát fej nélkül.
Hát egy akna vihette le az ő fejét, amit aztán nem találtunk meg sohasem. Egy kisebb ládát, egy könyves ládát találtam, azt alakítottuk annyira, hogy abba temettük el. Így lett ott három halott, akik az forradalommal. Szomszédházba egy nénit áthoztak, mert ő is meghalt, 80 év körüli volt, de hát mondjuk ő természetes halálod, ő csak eljött a földbe, tévén nálunk volt föld, amit kiáshattunk. De ez a háromnak ma is ott a kopjafája, és az emléktábla meg az első emeleti folyosón a Magócsi Pista és a Herceg Lajosé. Hogy volt lelki erőd megásni a sírt saját barátaidnak, társaidnak? Én ezt nem tudom megmondani. Ez volt a kötelességünk. És ezt meg kellett csinálni, úgy éreztem. Úgyhogy... És falusi gyerek vagyok, nem féltem sem az ásótól, sem a kalapácsolástól, sem a fűrésztől, sem a lelkészi munkától, úgyhogy ha kellett, akkor összehoztuk és csináltuk. Én így érzem. Híre ment annak, hogy az Út című akkori országos református heti lap helyett egy másik lapra van szükség, és hát ehhez kellene cikk és megemlékezés, tapasztalat, gondolat, ébresztés, és miután tényleg évfolyamtársam volt Herceg Lajos, én vállaltam, hogy írok egy ilyen emlékező és búcsúzó cikket, aminek az volt a címe, hogy elhultanak legjobbjaink, megrendítő és felemelő tudat, hogy éppen ők voltak erre az életre, és erre a halálra legjobban elkészülve. És a hazahívó szó nem érte váratlanul őket. A Budapesti Teológiai Akadémia minden jelenlegi és jövő hallgatója örökké megőrzi szívében példájukat és emléküket. Nem lehet elfelejteni őket. Október 31-én a Calvin téren határozatot hoztak, hogy visszahívják Ravasz Lászlót lelkészüknek, majd november 1-én országos intézőbizottság alakult, amely kiértékelte a helyzetet, és kijelentette, hogy jogfolytonosság alapján Ravasz Lászlót tekintik püspöküknek. Néhányan gépkocsival kimentek hozzá Leányfalura, hiszen 53 óta ő eltiltatott az igehirdetéstől, kimentek érte, és kapacitálták, hogy jöjjön be, és álljon az egyház kerület élére, a megújulási mozgalom élére. Azt volt hajlandó vállalni, hogy addig, amíg a törvényes vezetői akadályoztatva vannak a szolgálatuk végzésében, tehát közlekedési és egyéb akadályok fennállnak, addig a Magyarországi Református Egyház lelki irányítását, nem adminisztratív, lelki irányítását Kardos Jánossal és Papp Lászlóval együtt elvállalja, végzi. Részlet: Ravasz László püspök a Calvin téri templomban 1956. november elején elmondott ige hirdetéséből. Vajon éppen ezekben a napokban, hetekben nem láttuk-e Istent csodálatosan hatalmasnak? Hát nem csodatételei között jártunk-e egyenként is, nemzetként is? Hát nem újul-e naponként százszor a sareptai özvegyasszony korsójának a csodája, az 5000 megvendégelése? Nem újul-e meg százszor, hogy keze és szárnya hogyan takar, óv meg kisgyermekeket, öregeket, hősöket, asszonyokat? Hát nem volt csoda, magyar csoda, ez az egész új förgeteg a maga csodálatos lelki egységében, a maga hótisztaságában, a maga erkölcsi szabadságharcával, a maga hitével, ifjú,
bizodalmas reménységével? Hát nem csoda-e a világ közvélemény alakulása? Ez a szegény, árva kis Magyarország, ez a megvetett és semmibe vett kicsiny ország, mikor érhette volna el, hogy az egész világ lelkiismerete? Hiszem, még azoké is, akik pillanatnyilag szemben állnak vele, mellette áll. Szegény kicsiny ország, törékeny naszádokban a világtörténelem szküllái és karüttiszei között, zúgó viharban kell átvinned egyetlen örökségedet. Mi pedig mindnyájan, kezünket összefogva, hitünkkel belefogódzunk az Úr Jézus Krisztusba, és jöhet bármilyen vihar, hajónk előre megy. Krisztussal a viharban annyit jelent, mint megérkezni, mint mindig otthon lenni. Bibó István, Ravasz László veje volt. Ők jó kapcsolatban, de nagyon sok különbség volt a gondolkodásuk körében. A politikai vonal, meg az egyházi vonal nem fonódott össze. Itt nem segítette egyik a másikat, legfeljebb annyiban, hogy a szabadabb lépkörben az egyház is szabadabban tevékenykedhetett, fejthette ki a nézeteit, nem volt korlátozva. Lelkészek is részt vettek a forradalomban. Ilyen volt például Németh Géza. Mikor a Németh Géza bejött a teológiára, persze azt megmondták, hogy puskával, pisztolyjal ne jöjjön be senki, de hát a Németh Géza akkor székesfehérvári segédlelkész volt már, de Pesten termett. És jön be a Géza, hát beengedtük, el volt minden rejtve nála, nem látszott semmiféle fegyver, és megy a Dezső bácsihoz, a Portás bácsihoz, és mondja a Portás bácsinak, hogy kér tantuszt. Hát Dezső bácsi, tiszteltes úr, kérem, hát nem adhatom oda, 4 darab van, telefon működött. De hát ha valami, bármi van, nekünk kell a tantusz. És neki meg volt a mennyasszonya, a Krizsa Jutka, aki felesége is lett később. És a Németh Géza kiúz valamilyen hosszú csövő szabadságharcos emlékpisztolyt, ráfogta a Dezső bácsira a mellire, tantusz vagy élet. Hát mivel olyan forradalmi idők voltak, szegény Dezső bácsi a konyha ajtóból beesett a cementre, a konyhába hanyatt, utána összeszedtük, levittük, és hónapokig lent volt a pincér kialakított részem, és ekkor vette át az öcsém meg én a portásságot, mert szegény Dezső bácsi ugye nem adta oda a tantuszt. A Dezső bácsi zsebébe benyúlt a Géza, kivette a 4-et, 3-at visszarakott, egyet pedig fölhívta, menj azt mondja, hogy van. Szóval úgyhogy voltak ilyen kis apró dolgok. A forradalom mártírja volt Gulyás Lajos református lelkipásztor. Emlékét ma a terrorházában kiállítás is őrzi Budapesten, az Andrássy út 60-ban. A legismertebb talán Gulyás Lajosnak a személye, aki a mosonmagyaróvári sortűz után érkezett haza Felvidékről, mert felvidéki származású, és éppen a visszatelepülését intézte, és hallotta az eseményekről, akkor bement levélről Mosonmagyaróvárra, ott egy Máté nevű főhadnagyot sikerült megmenteni a lincseléstől, aztán ez a főhadnagy felkereste őt éjjel titokba, és mondta, hogy amíg lehet, amíg a határ nyitott, menjen, mert baja lesz. Ő ártatlansága tudatában mondta, hogy ő semmi olyat nem követett el, amiért bármilyen felelősségre vonásra, hát egy olyan egyszerű felelősségre vonás volt, hogy kivégezték. 1957. december 30-án
számos egyházi vezető kapta meg a Magyar Népköztársaság zászlórendjének különböző fokozatait. Az indoklásban az ő ellenforradalom idején tanúsított hősies magatartása szerepelt. Társai nevében is Berecki Albert köszönte meg a kitüntetést. A győri fogház udvarán másnap akasztották fel Gulyás Lajos lelkipásztort.